Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket röviden. Személyi jövedelemadó bevallás mindenkinek elkészíti a NAVA tervezetét. Nem luxustáska, az országos adománygyűjtéshez Sopronban is sokan csatlakoztak. Vizes élőhelyek világnapja, a botanikus kertet tisztítják vasárnap önkéntesek. A NAV mindenkinek elkészíti személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik. A bevallás benyújtási határideje mindenkinek egységesen május 20-a. A NAV mindenkinek elkészíti személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik, legyen munkavállaló, űrstermelő, áfa fizetésre kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Ezen adatok alapján készítünk egy bevallás tervezetet, amit március 15-e után lehet megnézni a NAV honlapján, és ezt lehet kiegészíteni. Ami még nagyon fontos, hogy azok az egyéni vállalkozók, akiknek nincs munkaviszonyuk, őstermelők, illetve az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek, ők nekik saját maguknak önállóan kell egy bevallást benyújtaniuk, amihez szintén nagy segítséget nyújt a weben található bevallás kitöltő program. A személyi jövedelemadó bevallás benyújtási határideje mindenkinek egységesen május 20-a. Az SZIA 1+1%-áról is eddig az időpontig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. A változásokról, a teendőkről, a határidőkről és az 1+1%-ról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján. Az alapvető tisztálkodás lehetősége a legtöbbek számára természetes, ám a nehéz körülmények között élőknek elérhetetlen, pedig a méltóságuk és a nőiességük megőrzése számukra is ugyanolyan fontos. A Nem luxustáska névvel ellátott adománygyűjtést először 2018. decemberében szervezték meg. Most újra folytatódik a táska gyűjtés országszerte, így Sopronban is. A Nem luxustáska kampány országos adománygyűjtéséhez Sopronban is sokan csatlakoztak. Egy hónap alatt több mint 150 női táskát töltöttek meg higiéniás termékekkel a segíteni vágyók. Ez egy civil kezdeményezés, ami 2018-ban indult, és minden év januárjában országszerte gyűjtik ezeket a női táskákat azért, hogy a rászoruló nőknek, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, illetve hajléktalanok, meglegyenek a napi alapvető higiéniás termékek, amikre szükségük lehet. A kampány azokat a nőket próbálja segíteni, akiknek luxus még egy olyan hétköznapi tárgy is, mint a fogkefe, a szappan, az egészségügyi betét vagy a WC-papír, és ezeket a termékeket nem tudják megvásárolni maguknak. Azok a nők, akik nem engedhetik meg maguknak anyagilag azt, hogy a mindennapi termékeket beszerezzék, az élelmiszer vagy a ruhanemű mellé, azt hiszem a nőiességük megtartásában nagyon fontos, hogy ezeket a termékeket nap mint nap használják. A táskákba nem kerülhet bármi. Tampon, borotva gyógyszer vagy tiszta alsónemű a tiltó listán szerepel. Viszont egy kedves üzenetet bele lehet csempészni a termékek mellé. A táskába alapvető higiéniás termékek kerülhetnek bele, mint például tisztasági betét, tusfürdő, sampon, testápoló, fogkefe, fésű, fogkrém, tisztító kendő, illetve bármi olyan, amit mi is megveszünk a mindennapokban, ami másoknak segítség lehet. A Máltai Szeretetszolgálat soproni csoportja az elmúlt napokban több mint 150 táskát gyűjtött össze a Smile nyelviskolából. Ezeket már jövő héten szétosztják a rászoruló nőknek. A gyűjtés január 31-ig zajlik. A Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából a Soproni Egyetem Botanikus Kertje önkéntes napot szervez február 2-án vasárnap délelőtt. A programban két medence megtisztítása szerepel. Ez a használaton kívüli medence egy másikkal együtt a tervek szerint a vasárnapi tisztítás után készen áll arra, hogy újra működjön. A Soproni Egyetem Botanikus Kertje a vasárnap délelőtti önkéntes napot a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából hirdette meg. Ezen a napon 1971-ben történt meg Indiában, indiai Ramsar városában egy 18 ország által aláírt nemzetközi
egyezmény, amiben a jelenlévő országok azt tűzték ki célul, hogy fokozott figyelmet fognak fordítani a vizes élőhelyekre. Tették ezt azért, mert már akkor elkezdtek szűkülni ezek a vizes élőhelyek. Hazánk 1989-ben csatlakozott a ma már több mint 100 országot érintő vizes élőhelyek világnapjához. A témát kiemelten fontosnak tartja a botanikus kert is. Azért éreztük fontosnak ezt az akciót, mivel ugye régebben a Sopron klímája egy ilyen nedvesebb klíma volt. Voltak a kertben természetes nedves területeink, azonban ez mára megváltozott, csak az általunk mesterségesen kezelt területeket tudjuk vízes élőhelyként felhasználni. Most jelenleg van a kertben 2 olyan kis medence, ami használaton kívüli. Az egyik 2013-tól nem használt, a másik meg nagyon-nagyon régóta. Ezeket szeretnénk újból úgymond beüzemelni. Én viszont ugye ezek tele vannak törmelékkel, meg különböző ágakkal, maradványokkal, amiket ugye szeretnénk kitisztítani. Erre hívtuk meg a város lakosságát, és ezt szeretnénk közösen megcsinálni velük. A szervezők a csatlakozókat arra kérik, hogy kesztyűt hozzanak magukkal. Az önkénteseket zsíros kenyérrel és forró teával, illetve ajándék mini cserepes növényekkel várják majd vasárnap 9:30-tól. Sopronból érkezett bejelentés, miszerint ismeretlenek magukat a soproni vízmű munkatársainak kiadva próbáltak bejutni a fogyasztók otthonaiba, hogy vízmintát vegyenek és ellenőrizzék a vízminőségét. A soproni vízmű közleménye szerint a társaság teljes mértékben elhatárolódik a fentiektől, hiszen munkatársai csak fogyasztói megkeresés esetén ellenőrzik belső vízhálózaton a vízminőséget, és mindig a bejelentő személlyel tartják a kapcsolatot. Valódi munkatársaik vízműemblémás ruhában dolgoznak, és kérésre igazolványokat felmutatják. Megkezdődött a jelentkezési időszak az idei vándortábor programokra. A projektet az Országos Erdészeti Egyesület gondozásában szervezik meg, és felső tagozatos, illetve középiskolás diákok vehetnek részt az egyhetes turnusokon. Sopronban is több intézmény biztosít táborozási lehetőséget a vándortábor program keretein belül. Városunkban jelenleg erdei vándortáborokba lehet jelentkezni az iskolák tanulóinak. Idén már 9 túraútvonal közül választhattak az iskolák. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy hétig megyünk az erdőben. Persze az is klassz, én nagyon szeretek menni egy hétig is az erdőben, de azért itt vannak programok. Itt a gyerekek egy hetet úgy töltenek az erdőben, hogy általában 2 naponta váltanak táborhelyet. Vagy egy erdőiskolában van a szállásuk, vagy egy előre kiépített sátortáborban. Minden nap van egy olyan durván 10-15 kilométernyi erdei szakasz, amit megtesznek, de hát ez nem az egész napot öleli fel, hanem emellett vannak programok, játékok. A szervezők fontosnak tartják, hogy ebben az egy hétben a környezettudatosságra, a természet szeretetére neveljék a felnövekvő generációt. 36 diákot tudunk elvinni egy táborra, 4 kísérőtanárral ez a maximális létszám, és nagyon szeretnénk, ha sikerülne feltölteni mind a 2 tábort jelentkezőkkel, mert óriási élmény volt a gyerekeknek tavaly is. Nagyon sok volt, itt még vegyes volt, tehát voltak általános iskolások is, és középiskolások is, és nagyon sokszor ez volt az első próbatétel az általános iskolásoknak, hogy otthonról elszabadultak, és egy 6 napot eltöltöttek az erdőben tanári felügyelettel, és tanári segítséggel, de nagyon jól sikerült, tehát nagy élménnyel jöttek haza, és boldogan mesélték otthon, hogy milyen jó volt az erdőben lenni, milyen jó volt sátorban aludni. Önállóságra sarkall a tábori élet, de emellett közösség kovácsoló ereje is van. A tapasztalat azt mutatja, az erdei körülmények között sokkal nyitottabbak a közös programokra a diákok, beszélgetnek, játszanak, vagy épp csak sétálnak együtt. Április 30-ig lehet jelentkezni a vándortábor programra. A soproni iskolák már regisztráltak, jelenleg a diákokat toborozzák. Sopron belterületén a Felsőbüki Nagypál utcán a Kőszegi út irányából a József Attila utca felé közlekedett egy Volkswagen Caddy típusú teherautóval egy járművezető szerdán reggel 7 órakor. A rendőrség információi szerint a sofőr későn észlelte a kijelölt gyalogos átkerőhelyen áthaladó 79 éves férfit, akit fékezése és hirtelen balra kormányzása ellenére a gépkocsi jobb első részével elütött. Az ütközés következtében a gyalogos az úttestre esett és megsérült, őt a mentők kórházba vitték. A soproni rendőrkapitányság büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit.
A tavaszvárás örömteli ünnepe a farsang, amit felnőttek és gyerekek egyaránt kedvelnek. Dilemmát ilyenkor csak az jelenthet, hogy milyen jelmezt adjunk a bölcsödés, óvodás vagy kisiskolás gyermekünkre, hiszen jó lenne költséghatékonyan megoldani a maskarát. A leggyorsabb megoldás a jelmezkölcsönzés. Hivatalosan is megkezdődött a farsangi időszak. Ez a mulatozás, a bálok és a fejtörés időszaka is az anyukák számára. Sokan gondolkodnak el azon, hogy mi is legyen a gyerek. Legtöbbször a kölcsönzés mellett döntenek a szülők. Legalább 1000 jelmezünk van a boltunkban, de ezek mindig változnak, tehát lehet, hogy kétféléből fogunk egyet kialakítani, ami egy teljesen új szituációt ad. A fiúknak a rendőr jelmez, a katona jelmez, a kardos ninjás jelmezek, amik nagyon menőek, és ezek minden évben visszatérnek. A lányoknak a táncos, a menyasszony, pomponlány, ezek, amik menőek, viszont idén a tündéreket teljesen elhagyták a kislányok. Már nem tündérek akarnak lenni, hanem boszorkányok, vámpirlányok. A legkönnyebb talán elsétálni a boltba és készen venni, vagy bérelni egy kész jelmezt. Erre amúgy is sokszor kényszeríti a gyerek óhaja. A kedvenc mesefigura elkészítése ugyanis nem mindig egyszerű dolog. A mesefigurás jelmezek is nagyon kelendőek, például a huszár, a törökbasa, akinek még a kakasa is van. A jelmez bérlése 3000 és 5000 forint között mozog. Ha úgy döntenénk, hogy saját magunk készítjük el gyermekünk jelmezét, akkor időben kell gondolkodnunk és beszereznünk a szükséges kellékeket, hogy a maskara elkészüljön a farsangi mulatozások idejére. Vereséget szenvedett a Smavc férfi kosárlabda csapata. Az NB1B zöld csoportjában szereplő együttes a 20. fordulóban 94-90 arányban kapott ki a Békés csapatától. Kiélezett mérkőzést játszott egymás ellen a házigazda soproni együttes és a Békés csapata. Az első két negyedben a vendégek domináltak, pár pontos előnyre tettek szert a nagy szünetre. A pihenő után azonban a soproniak megkezdték a felzárkózást. Elsősorban a külső dobásoknak és a magas emberek remek játékának köszönhetően a záró szakaszra megszerezték a vezetést is. A lendület azonban nem tartott ki a végéig, Csaplár Nagy Arnold együttese 90-94-re alul maradt a Békéssel szemben. A vezetőedző szerint a meccs tanulsága az, hogy a mérkőzés elejétől kezdve koncentráltan kell játszani. Az első és legfontosabb, hogy az első percre ugyanúgy játszunk, mint amikor hátrányba kerültünk és éreztük, hogy probléma van. Addig nem ugyanazzal a lendülettel játszottunk a mérkőzés folyamán. A Smavc legközelebb a fővárosba utazik, február 2-án az Újpest lesz Cukorék ellenfele. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható, majd érkezik a mozaik, amelynek vendége Kerekes Ildikó, a Máltai Szeretett Szolgálat soproni csoportjának csoportvezető helyettese lesz. Utána a Generáció című magazinunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió pénteki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken az évszakhoz képest szokatlanul enyhe idő várható. Napközben felhős és napos időszakok váltakoznak, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet napközben 13 fok körül alakul, éjszaka 2 fokig hűl a levegő.